Horváth Bence K1 200 méteren indulhat az idei kajakkenu Európa-bajnokságon. A győri sprinter a válogatón nagyon magabiztos győzelmet aratott. Elkötöttem azért a végén én is nagyon, de azt kell, hogy mondjam, én már száznál éreztem, hogy nem fognak tudni megverni, mert a második százam sokkal gyorsabb, mint a többieknek, úgyhogy én már a két bugáson előttem már szerintem kiabáltam, hogy megvan. Egyesben indulhat az EB-n Varga Dávid is, aki emellé még a kenus csapathajóban is helyet kap majd. A versenyző egyéniben 5000 méteren vívta ki a részvétel jogát, de az olimpiai 1000 méteres számban is nagyon jó esélyei voltak, közelebb volt a győzelemhez ott, mint bármikor máskor. Az a második hely a VB válogató előtt mindenképpen biztató. Fele más az érzés, nyilván azért szálltam vízre, hogy nyerjek. Ettől függetlenül maximális pályát tudtam jönni, úgy érzem, ebben most egy 10 másodperc nem maradt. Az, hogy most megint egy hangyányit másik irányba dőlt a mérleg, az most így keltünk fel, de csináljuk tovább a dolgunkat, és ugyanúgy odállok az 1001-es számra következő válogatón, úgyhogy ezt még nem adjuk fel. Kammerer Zoltán K2 1000 méteren épp, hogy lemaradt az EB részvételről, de az 1 kilométeres távon a csapathajóban ő lesz majd a stroke. Egyedül itt maradt nyitott kérdés az EB csapatban, hiszen még nem tudni, hogy az olimpiai bajnok párosbéli társa Bártfalvi Márk beférjen negyedikként a négyesbe. A válogató mutatott teljesítményük minden esetre biztató a VB csapatba kerüléshez is. Két tized volt, azt nem is tudtam. Hát figyelj, mentünk egy tényleg egy maxot, megbeszéltük, hogy nem spórolunk, nem nézelődünk, hanem azt, amit begyakoroltunk edzésen általában. Azt csináltuk, hát egy pici valóban a végé hiányzott, de azt mondom, hogy maximálisan kihajtottuk magunkat. Én személy szerint a C-vonalban haltam el teljesen. Tehát kieveztem magam, mondják a partról is, meg a Márk is mondja, hogy talán támasztott egyet, vagy kimaradt egy húzása. Az lehet, hogy nem hiányzott, de tudni kell, hogy baromi erős oldalszél volt, ilyen oldal hátszél. Persze segített a hátszél, de oldalszél azért kicsit döntött a hajót. Tehát nem volt túl komfortos a verseny, de tehát maga a menettel maximálisan elégedett vagyok, mert tényleg kihagyott a magam, és megcsináltuk azt, amit akartunk. Hát ez most egy két tizedes ezüstéremmel párosul, de ami előre mutat, hogy versenyképesek vagyunk, jó az edzés, amit csinálunk, tehát nem nagy hátrányunk van, tehát úgy érzem, hogy még lehet szép évünk. A Graboplasz Győr még egy férfi versenyzőt delegál az EB-re. Kajak 4-esben 500 méteren, az új olimpiai távon Mozgi Milán is tagja a csapathajónak, és az eddig mutatott teljesítmény alapján akár a VB-re is odaérhet majd.